Bocsánat, de ő mesztelenül szokott gyónni. De hogy is? Akkor nem hozzám jár. Ugyanis a bűnös asszonyokat felszoktam szólítani, hogy vetközzenek le. A saját magam testén kívül nem tudom elviselni a másik. Igen, igen, na értem. Nők! Ha csak meglátok egy nőt az utcán, én rögtön átmegyek a másik oldalra. Bocsánat! Ne közelítsen, kérem. Mondom, látod, remegni kezd a lábam. Én nem bírok egy légtérben lenni az ilyen lényeken. Bocsáss meg, drágám, de... A barátom rosszul lesz nőtársaságban. Megrögzött nőgyűlölő, valami allergiás roham lehet nála. Ez nem lehet igaz, te jó Isten! Beláthatja Madame Chanel? Megkérhetem, hogy ne szólítsa a hölgyet Madame Chanelnak? Nem tudom a keresztnevét. Másfelől pedig visszahozná a ruhámat? Maga ruháját. Igen, amit az imént kidobott az ablakon. Annyira a szívéhez nő. Én mentem mindenhova. Az éttermek, a bárok, az összes bezárva. A Maxim? Kirakják a részegeket, kihordják a szemetet. Monsieur nincs közte. Mióta megláttam, szerelmes vagyok magához, Sophie. Mi? És ezt most? Hát eddig nem szólottam, mégiscsak férnél volt. De ezen a szép napon, odaadó szívem hőlángolásával, Sophie, mindenre kész vagyok. Hallomásokat tesz a legválságosabb időben. Nézze egy török halasztást, amíg visszaszólnak a hullaházból. Tényleg minden apróságon fel fogunk akadni. Ha megcsalta, megcsalta. Azt maga meg elveszi a csábító feleségét, ha nem egy hülye maga. Ó, Francine. Édesem. Még oda vársz? Hát 2 és 3/4 órája. Hál' Istennek. Úgy féltem, hogy megvárakoztatlak. Bocsánat. Én fel se fogtam, hogy mit jelentesz nekem. Most komolyan. Ha néha be lehetne iktatni egy szeretőt, mindjárt több lenne a hűséges feleség. Tessék, hideg tál. Egész reggel ezzel szarakodtam. Megmelegítsen vagy jó? Hé, barátom, hogy beszélsz a feleségemmel? Kinek a feleséged? Ja, a te feleséged, bocsánat, akkor ne szólj ebbe bele. Én sem hőbörögtem, amikor a te feleséged volt, és csalt téged fűvel fával. Fűvel fával? Csak veled! Csak velem, ja, csak fűvel, bocsánat. Ugye maga szerelmes belém? Én nem, de is maga honnan tudja? Nekem lányom van. Ekkora. Amíg faképnél hagytál minket, te szemét! Akkor én az egyházi dolgokat szeretném rendezni, tessék a kártyám, az összeadást, meg a kivonást, a tapasztalatlan ifjú asszonyok számára a tanácsadást rendezem. Egészség!